Így néz ki a Gauss-Ville, magyar találmány, a 80-as években készült el a prototípus, azóta pedig tökéletesítették. Magyarországon azonban mégsem terjedt el igazán, annak ellenére, hogy például Hollandiában kimondottan népszerű. Igazából fél lábbal az ember áll, teljes testsúlyát ráhelyezi arra a fél lábára, és a másikkal pedig löki magát. Tehát ez a mitől megy? Hát tőlem, mert lököm magam, nincs benne semmiféle motor, ugyanúgy, mint egy rollernél, az ember fél lábbal áll, másikkal pedig löki magát, hogyha megvan a lendület, akkor másik lábbal is rá lehet állni, és testsúlyjal lehet kormányozni, hogy az egyensúly megvan, jobbra-balra dől az ember, vagy dönti a térdét, azt szerint lehet fordulni, megállni. Ezen kívül is rengeteg különféle emberi hajtású közlekedési eszközt lehetett kipróbálni, a fekvőbiciklitől a velocipédig bezárólag. Ezeket a Keret Kulturális Egyesület keresi fel és gyűjti, ők hozták ezúttal is a bringákat. Nem csak kerékpárokkal foglalkozunk, hanem a kulturális részét is próbáljuk megfogni a mozgásnak, illetve a kultúrának. Videókat vetítünk le, filmeket, stb. Most éppen kerékpárokat hoztunk el, próbáltuk a javát elhozni a készletünknek. Tehát úgy, mint fekvőbringa, velocipéd, hasonló kerékpárok. Az extrém nyárzáró ötlete a Mobilizben született meg, és bár az időjárás nem kedvezett a szervezőknek, azért sikerült egy látványos és szórakoztató programot összeállítani. Az extrém járművek alatt ezúttal nem különleges autócsodákat, rettentes munkagépeket vagy egyéb különleges gépjárműveket értünk, hanem kifejezetten emberi erővel hajtandó járgányokat, illetve a tulajdonosaikat várjuk ide a Mobilis parkolójában mai napon. A profik sem maradhattak ki a sorból, a győri triálósok egy látványos bemutatóval készültek a nyár lezárására.